Sziasztok srácok, folytatjuk a God of War 2-t, de mielőtt tovább haladnánk, tennünk kell egy kitérőt, mert az előző felvételt, mikor leállítottam, én utána megnéztem valamit, és lehet, hogy nem kellett volna, mert emiatt most vissza kell mennünk oda, ahol a második öregemberrel felolvastattuk a szöveget, mert ott ugye, nem tudom, emlékeztek-e, de volt egy időlasítós szobor, és ott volt mögötte egy anomália, és hát... Már a videóban is érdekelt, hogy az vajon mi lehet. És megnéztem, hogy az mi, és olyan dolog van ott, amit én nem szívesen hagynék ott. Úgyhogy most oda szépen visszamegyünk, és meg fogjuk azt a ládát szerezni, illetve ki fogjuk nyitni. Mert azt semmiféleképpen nem vagyok hajlandó ott hagyni. Na, szóval, nem tudom, milyen gyorsan fogok oda eljutni. De nyilván gyorsabban, mint legutóbb, mert most se ellenség nem lesz, meg sem a fejtörőket nem kell majd megoldani. Ezt a két ládát fogalmam sincs egyébként, hogy hogy kell kinyitni. Ha tippelnem kéne, akkor ott az egy létra vagy egy lyuk, és itt le lehetne esni. És igen. És igen. Akkor ebben mi van? Élet! Élet volt benne, nagyon jó! Adjál HP-t! Jó, meg akkor nyissuk ki az XP ládát is. És ha már XP-nél járunk. Fejlesszük már fel ezt. Jó. Ehhez kell még 8000. Ehhez 5961. Most figyeld, mennyi fog... Úristen. Még 44. Még 44 kell hozzá. Jó, messze fel. Akkor jó sejtettem, hogy az ott egy olyan létre, és ott kell oda bemenni. Ennek egyébként nem néztem utána. Egyedül annak az egy darab ilyen anomáliának, semmi többnek. Na. Szóval, itt szépen leugrunk. Itt volt egy lánc, ami leszakadt a súlyunknál fogva. Itt van a vérfürdő. Konkrétan vérfürdő. Mint a, hát, vagy vérben, vagy véres vízben úszkálunk. Ahú, most már az én vérem is benne van. Mondjuk, amikor először úsztam benne, akkor is neki mentem az egyik tüskének. Gratulálok, Pisti. Megismételted a saját hülyeségedet. A gyereki. Á, itt van a jégverem, ez is egy nagyon érdekes fejtörő volt, mert hát tök véletlenül ugrottam rá a falra, és a kamera meg ugye nem nagyon mutatja, hogy a mennyezeten voltak olyan kristályok, amiket le kéne törni. Tehát az ott tényleg a vak szerencsém múlott, hogy nem többet időztem ott abban a szobában, amikor meg kellett oldani a rejtvényt. Azt mondja, hogy itt most akkor le fogjuk engedni azt. Ez szépen felvisz minket. És mennyivel könnyebb így, hogy ezek a hülye cecelegyek nem jönnek és nem zaklatnak minket. Sokkal, de sokkal könnyebb. És haladósabb. Na, szóval. Ez nem kell. Itt bunyó volt. Ha jól emlékszem. Ja, itt voltak a háromfejű kutyák meg minden. Aj, de rossz volt. Kíváncsiságból ezeket én itt kinyitottam, jó. Oké. Na, és akkor azt hiszem meg is érkeztünk oda, ahova én jönni akartam. Ugyanis. Itt. Van egy. Itt van. Tehát itt. Itt látszik is, hogy így hullámzik a kép. Itt van egy ilyen anomália, és ezt néztem meg, hogy ez mi, mert annyira bizsergett az OCD-met, hogy nem hagyott nyugodni a dolog, meg kellett, hogy nézzem. Szóval az a lényeg, hogy itt ezen az időkapun át kell menni, meg kell állítani az időt, vagy legalábbis belassítani, és vissza kell ide szaladni. És akkor elérhető ez a láda. Amiben nem más van, mint instant HP növelés. Oda nézzél, instant HP növelés. Jó. És akkor igazából ezért jöttünk csak vissza.
Megtaláltunk egy szemet közben, ugye ott az egyik ládában. Úgyhogy ezzel az úttal rögtön dupla HP növelés történt, úgyhogy ez a pár perces kitérő maximálisan megéri. Na. Ide felmegyünk. Ezt meghúzzuk. Majd vissza lemegyünk, ezt fogd meg. Nem fogd meg. Tekerd vissza. Nagyon ügyes Kratos. És remélem, hogy megfogod a mennyezetet, nem úgy, mint amikor legelőször voltunk itt, hogy nem mentél fel addig. Jó. És akkor itt szépen végig megyünk. Ez az. Na, és akkor ez a lift meg minket le fog vinni a főtérre. Hát egy durván egy 6 perces kitérő, de mondom, maximálisan megérte. Ez az. Na. Jó, és akkor most ezt az ajtót szépen kinyitom. De hogy minden egyes alkalommal bele kell helyezni a fejét, nem élek, hogy csak így fogom és kinyitom. Jó, és akkor hajra. Azt mondja, itt van egy csomó csontváz. Oké. Lift lesz, és nem fogják hagyni, hogy lemenjek. Hogy még időre is? Jó. Menjél. Na! Fogd meg! Fogd meg! Menj le! Menj le! Hú, a kurva életbe. Jó. Menj. Menj, ez az. Nem, mondjuk ez hasznosabb, tök véletlenül váltotta már. Így instant széttöri őket. Jó. Hello. Oké, és akkor még 2 darab csontváz van. Gyerünk, 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 menni fog az. Gyerünk. Oké. Jó. Nyisd, 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 nyisd. Menni fog. Ugorj. Azaz. Izgi volt. Több mint izgi volt. HP-val elég jól állunk. Arra menjél lefelé. Mondom, arra menjél lefelé. Oh-oh, ijászok. Ennyi már arra le. Jó. Mi van, hogyha én nem akarok velük megküzdeni, hanem mi így inkább... Rage módba így végig megyek rajtuk. Mert vagy hát így érted. Hú, de közel volt. Majdnem leestem. Kapják. Támadnék amúgy. Jó, adja HP-t. Mondom. Nem fogják hagyni, hogy kinyissam a ládát.
Nem fogják hagyni, hogy kinyissam. Nem hagyják, bazd meg, hogy kinyissam a HP ládát. Az mi az? Láttam ám, hogy ezt szét lehet törni. Ó! Mana! Mana! HP-nak egy kicsit jobban örültem volna, mert abból most nincsen valami sok. Jó, nyisd ki ezt. Mi van benne? Toll. Nice. Halló! Azt mondja, hogy... Jaj, ne is innen! Fogd meg, rúgd le a faszomba! Úgy. Jó. Na, próbáljuk meg újra. Úgy. Nyisd ki. Ez az. Jaj, de jó, hogy a manát most megint feltölt és meg kell várnom. Jó. Most nyisd ki ezt. Oké. Most viszont... Úristen. Juhú! Juhú! Ott is van egy láda. Ezért van benne. Ilyen. XP láda volt. Jó? Na, haladjunk szépen. The ashes of the phoenix. Only fire will set him free. Azt mondja, hogy a hamvakat a tűzbe kell helyezned, hogy újra éledjen a phoenix. Hát jó van. Csontvázak felkelnek, nem? Ott szemben van láda. Látom ám, világít. Adod ide azonnal. Jó. Ez akkor ez mit csinál? Aha. Szóval, hogyha az urnát oda a helyére juttatom, akkor ezzel a karral tudom majd berakni oda. Jó, világos. Ez jöhet. Ki van maxolva? Ez 8000 pont kell, nem baj. Jé, ezek viszont felkelnek. Döglés van a kurva életbe. Mondtam már, hogy téged utállak a... Oké, okay, most megvagy.
De hogy védett ki? Tudod mit? Ezt véd ki. Jaj ne, tüske. Itt egy kar. Várja, az egy gyémánt. Meg egy hulla. Ah! Időre megy. Hát nem sok időm van. Jó, ez a kar mit csinál? Ez ott a háttérben nyitja ki a kaput, de... Ide idő kell. Na várjál, megnézem, hogy azt a falat én át tudom-e törni. Igen, és enemy van mögötte. Háhá! Kurva anyátokat azt. Időlassítás. Jó. Láda. Hey, 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 halló, 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 halló. A kurva. Oh. Ahogy oda mentem a ládához, elvette az időlassítást, attól függetlenül, hogy majdnem tele volt a csík. És ugyanezt eljátsza a karral is. Jó. Ha, ugrik. De ne ugorj bele a tüs... ...kébe. Jó. Ezt kérem. De azok a láncok miért csillognak? Szét tudnám őket törni. Gyere onnan. Ú, de egy kedves ez a hely amúgy. Ja nem. Ez az előbb még nem sikerült. Ó, Istenem. Ott van 3 XP láda. Aha, látom már. Látom. XP láda. XP láda. XP láda. Jó. Haladunk tovább. Mana? Mana kell. HP szintén kell. Ez biztos vagyok benne, hogy valahogy ide fog kelleni. Aha, ott van a hamu az urnában. Akkor valahogy azt a kaput vagy rácsot ki kellene nyitni. De ez nekem hova kell? Már világos.
Jó, én ezeket addig csapdosom, amíg el nem fogynak. Mert remélem, hogy elfogynak. Mennyien jönnek vajon? Elfogynátok végre. Oh. Súlyuknál fogva leesnek és összetörnek. Kurva jó! Én meg itt csapdosom őket. Easy. Nem nagyon akarnak elfogyni, ahogy látom. Azt kéne kinyitni. De elfogytak. Mi a manó? Hát bíztam benne, hogy nincsenek végtelenítve. Jó, akkor ezt én ide húzom. És ez akkor megvéd itt ezt a kaput. A tűztől. Jó, itt van egy XP láda. Meg van egy... tollas láda. Jó, még kell kettő. Oké, akkor vigyük a szobrot. Hát megnézzük, a másik oldalon is van egy kapu, azt is kinyitom. Csak az a baj, hogy oda viszont nem tudom beakasztani sehova a szobrot, az nem baj. Mert hogyha én ezt elengedem, szerintem ez a tűz ez odébb fogja küldeni. Odébb bizony. Adjál manát. Adjál XP-t. Jó. És itt középen van egy kar. Mi van akkor, hogyha azt meghúzom? De először csinálunk magunknak fedezéket. Azt ott leengedte. Ó, de jó vagy! Áú! Na nézzük. Először is ez a gomb, ez mit csinál? Ez kinyitja a kaput. Ez pedig... leng... Oké. Okay. Jó. Hát nekem valószínűleg a kapu fog kelleni. Várunk egy kicsit. Jó, most átjövünk ide. Az lejön és átlip bennünk. Easy. Jó, és akkor az urnát meg elvisszük a helyére. Easy. Jó, a helyén van. XP. Ez kell 5000. Jó, ez ki van maxolva. Ki van maxolva. Jó, hát kezdjük akkor az íjászatot. Nice. Na jó. Oh. A csontvázak most fognak felkelni, mi? Földrengés! Földrengés! Gyere bele! Oda mész! Azaz! Döglés van! Oké,
Megdöglött. Jó, szóval az urna a helyén van, és akkor arról volt szó, hogy ezt a kart meg kell húzni. És akkor elvileg ez a hamvakat be fogja vinni a tűzbe, és akkor fog a Phoenix feltámadni. Legalábbis a játék ezt írta. Emelkedik a lávának a szintje, haló. Én most inni akartam. De úgy néz ki, hogy nem fogok. Van gőz. Ez nem úgy, mint a Karib-tenger kalózai 3-ban. Nincs gőz. Több gőzt. Ja de, több gőz, az helytálló. Jó. Anyáda. Persze, tuti, hogy sietni kell, és a játék meg rak be ide ilyen csicska mobokat. Tuti vagyok benne, hogy sietni kell. Döglés, futás. Jó. Itt van egy láda. Ó, már csak egy tol kell. Másik oldalon XP láda van. Jól van. Ezt húzzuk meg. És ez felvisz minket a főtérre. Jó, ez nem működik. Ó, a cumit bele kell rakni a szájába, meg kell szopatni egy istent, mi? Ott azon a túloldalat már voltam. Erre van egy XP láda. Azonnal adod ide nekem. Jó. És akkor másszunk fel a láncon. Itt láda? Nem, nincs. Ott van kettő láda. Mivel hogy állunk? Manával szarul. Jó. Jó, hát akkor fújjuk meg a kürtöt. Az ledöntött az oszlopokat, az oké? Okay. És feltételezem, oda kell majd valahogy átjutnom. Ott van egy ajtó, mutatja a játék. Ó! Innen a főtérről most át tudok ide menni. És ott az ajtó. És jött csak kifelé nagyon szépen. És gyorsan. Úgy. Egy lánc, egy ablak, meg még egy lánc. Oké. Ott van egy oszlop, egy láda, egy kar. Az egy lift. Most meg mászható lett a fal. Igen. Nem arra, ne fordulj meg. Jó, akkor a mennyezetről lógva el kell vágni a láncot. Mind a kettőt. És akkor kinyílik az ajtó lent. Oké.
A ládát kiszabadítottuk, akkor most jön az oszlop. Jó. És nézzük meg, hogy az az ablak jó-e valamire. Nem. Az égvilágon semmire. Jó. És ha tippelnem kellene, akkor a liftet le kell húz. Jó, ellenség van. Ettől én ki vagyok, hogy védekezik az ellenség. Most konkrétan nem tudom megütni, mert kivéd minden is. Az mi volt? Anyádat. Saját magad robbantottad föl, ennyi eszed van. Na, szóval. Akkor az oszlop, tudja, hogy a liftbe... Ja, hogy még vagy? Jó, én próbálkoztam. Nem mondhatjátok, hogy nem. Áú! Szóval, remélem te voltál az utolsó. Tehát, ezt tudja, hogy a liftbe fog kelleni és fel kell vinni, de hogyha most meghúzom a kart, az az a baj, hogy én attól még nem leszek a liftben. Tehát, megpróbáljuk megakasztani. Megnézzük, hogy az járható út-e. Hát nem. Leugrik róla az oszlop. Na várj, próbáljuk meg még egyszer. Csak úgy, hogy egy kicsit beljebb rakjuk. Ú, ezek az állandó kameraváltások, ezek kiborítanak. Oké. Az elmélet bejött. És akkor ez hova kell? Ja, a láncot! Oké, visszük az oszlopot, ez hasznos. És nem? Azt hittem, hogy ezt az oszlopot... Tehát azt hittem, hogy ezt az oszlopot majd ki kell vinni a főtérre. Ott van egy gomb. Ó, ez meg felemeli. Az nekem miért jó? Te figyelj, mert tökre elsötétült az egész. Erre jobbra... Arra jobbra? Nézzük csak meg. Ha, itt egy láda. Tehát akkor tekert vissza. Mondom, tekert. Jó, akkor ne. Ez ilyen egyirányú kar. I have come too far to fail. Mi ez a 2D? Hát az anyádat, milyen tápos vagy már. Fejezd már be, magadnál vagy. Fejezd már be! Hely, megkövítem a faszomba.
Mi nem lehet. Akkor ezt kapod. Rohadjál el. Arra menjél kifelé. Úgy van. Te ez a srác a játék elejéről. My lord? I told you to return to Sparta. Why do you leave Sparta unprotected? Sparta is no more. Mi az, hogy nincs többé? What treachery is this? Zeus. He came under the cloak of darkness. Oh, bazd meg, Zeus elkezdte ölni a Spártát. Vagy a spártaiakat. Meg az egész várost elkezdte pusztítani. De egyébként ott a sötétben a srácnak nem tűnt föl, hogy valaki a háború istene fegyverével kezdett hadonászni. Tehát így a sötétben is levágtam volna. Na mindig. They begged for their god to save them. But you did not come. Hát, hogyha Kratosnak nem lett volna így is eddig elég oka, hogy megölje Zeus-t, illetve hogy meg akarja ölni Zeus-t, hát ez plusz egy ok. És léci, ne a férfi isteneket mutassátok már így alulról, hogy belássunk a kis tütükéje alá. Köszönöm. Ez kemény egyébként. Ez kemény, hogy Zeus mi pusztítást leművelt itt. I was left with no choice. I had to seek out the sisters to change the fate of our beloved Sparta. For I am all that is left. Now you are all that is left. I have faith that our brothers of Sparta will live on through the true god of war. Zeus! Is this how you face me, coward? I am through doing the bidding of the gods. Come down here and face me now. Kratos, mögötted. Fordulj meg! De egy ocsmány féreg vagy te. Na gyere! Hé, hey, csaszakunk! I grow tired of the lies of the gods! Come down here and face me now, Zeus! I am cursed! I cannot change my fate! Hé, hey, a HP-mat ne szokkod! Jó, ennek így kell történnie. Kratos, you must go on. There is much at stake here. I cannot defeat the gods. Victory favors you, Kratos. Na megölt egy pár. But you must grab hold of your destiny and command it. There is a war on the horizon, and we need you to lead us into battle. To what end? The death of Zeus. If you relent, Zeus will torment you still. He will not rest knowing you live. And when you die, his brother Hades will see that your soul is tortured for all eternity. You will have no rest until you destroy him. Take within you this fire that burned your beloved Sparta. Let it fuel your rage and hasten your steps towards destiny. The time to act is upon us, Kratos. This battle is just most mi történt? Of a
great war that is to come. Ho-ho-ho, Kratosnak még jobban elborul az agya. Upgrade! Azt a kurva! Azt mondja, hogy ott a hulla, igen. A fejét. Meg itt a csápja is sebes, ha jól látom. Nem? Jó, azt a csápját megemelte, nem tudom miért jó az. Jó, oké, oké, oké. Oké, a hullát rá kell rakni a gombra. És akkor fel tudok röppenni a fejéhez. Így. Úgy. Igen. Jó, fel kell mászni a csápjam. Kör. Hogy lecsapta? Jó, akkor a másikat is le kell vágni. Na várjál, ott a hulla. Jó. Hé, hey, halló, hey, halló, 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 halló. Büdös a szád. Mit büfögsz itt nekem? Jó, még egyszer. Még egyszer. Ez nem jó. Anyát, picsáját! De ne üssél már a levegőből, haló! Jó. Oké, ezen most függeszkedni kell. Ugorjál föl. Itt. 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 Kör. Vágd le ezt is. Azaz. Hé, hé. Akkor most hogy fogom szétcsapni a fejét? Nyugodjál már le. Az anyádat. Ó, már vágom. Most. Húzzuk meg akart. Így. Tövékbe vette orálisan a hidat. Rip. Kaptunk egy csomó XP-t. Mire költsük el? Erre. Koronosz Rage. 15 000. 12 000. Hát jó van, majd meglátjuk. Hello, Mr. Halott Boss. Hello, Mr. Phoenix. Jó, jó, mielőtt beszélünk vele, ládát nyitunk. Ebben mi van? Toll! Maximum
Maximum. És XP. Ó, tekerni kell. De most támad fel. Még kell már megint bántani. Oké, ezt megérdemeltük. Jó, háromszög. Úgy. Így kell Főnixet szelidíteni. Hová fog minket elvinni? Ja, hogy oda. Aha. Kicsit Return to Castle a zene. Most már nem. Jaj, neki fog repülni, há? És nem. Fates temploma. Na várjál. Itt meg van állítva az idő. És két oldalt vannak ládák. Látjátok, még a víz sem fodrozódik. Tehát konkrétan meg van állítva az idő. Mi van a víz alatt? Egy kar. Húzzuk meg. Nem lehet. Jó, akkor innen kimegyünk. Ó! Oh. Tehát ott van egy harang. Mi van, hogyha én ezt meggongatom még egyszer? Majd várj, itt is van egy. Jó, oké, megvan. Egyszerre kell a kettőt. Tudok időt állítani. Berepett az arca. Igen. Csináljuk meg még egyszer? Csináljuk. Várj, a víz alatt a kar. Azt most már talán meg tudom mozdítani. Meg bizony. Ez mit csinál? Jó, ez nem működik. Itt ez a kar mit csinál? Oké, ez elforgatja azt. Várjál, szerintem ez így pont jó lesz. És most mi történik? Az felmegy, igen. És ha most forgatom. Ó, már látom. Jó, akkor állítsuk be. Körülbelül, hát ott lehet. Jó, oké. Ládát akarok nyitni. Jó. Odafigyelj, mennyi XP. Jó, és akkor a másik oldalt is láttam. Akkor azt meg eltekerjük erre. Még tekerünk rajta.
Az úgy nem jó, várjál. Jó. Ah, menj oda! Azaz. Ebben mi van? Ja, XP láda, hülye. Ez is XP láda. Na és ebben mi van? Ó, oh, abban is XP volt. És mi van akkor, hogyha az arcához fordítom ezt a faltörőkost? Be lehet szakítani az orrát! De akkor menjünk be. Még XP. Ez az ajtó, ez zárva van. A másik oldal. Ott is van. Egy. Ez. Ezzel nem is lehet interakcióba lépni. Jó. Én azt mondom, menjünk vissza mindjárt menteni. És... hát igazából én ma már nem szeretnék tovább menni. De... azért... valamit fel kéne húzni. Ezt. Ennyi? Nice. Na, szóval, srácok, innen fogjuk folytatni legközelebb a God of War 2-t. Szerintem elég jól haladtunk, meg eléggé játékvége szagú már a dolog. Nem tudom, mennyi lehet még belőle. De én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk, hogy elkapjuk Zeust, mert most ugye láttuk az előbb, a boss harc előtt, hogy elkezdte Spártát pusztítani elég szépen. És hát maradjunk annyiba, hogy Kratosnak így is megvolt az oka rá, hogy Zeus után menjen és meg akarja ölni, de így, hogy az otthonát elkezdte pusztítani, így... hát Zeus, neked reszeltek. Megölünk egy főistent. Baszki. Na jó van, srácok. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!